No, a bevonuló zene és a koreográfia semmi sem változott Leon Petersen esetében. Egy pár kilót azért, mintha fölkapott volna az elmúlt években. Én már most meg nem mondom pontosan, de ugye ő tavaly nem tudta kvalifikálni magát, meg tán két évvel ezelőtt sem. Tehát két év szünet után tért ő vissza most a világbajnokságra. Hát meglátjuk, mire megy Aspinall ellen, mert azért Aspinallnak voltak kifejezetten jó meccsei. Egyébként eleddig négy alkalommal találkozott egymással a két játékos. 2015-ben először, akkor egy European Darts Open-en egy nagyon szoros meccsen 6-5-re Petersen nyert, majd az azt követő két meccset is Petersen nyerte, de szorosan, tehát 6-4-6-5. És az idei februári, tehát a 2018 februári UK Open kvalifikáción, ott Aspinall 6-2-re győzte Leon Petersent. Hát meglátjuk, hogy esetleg tud-e ő is most hasonló sorozatot produkálni, mint az első három meccsen a dél-afrikai. Aspinall kezdi a partit. Jól emlékeztél, hogy két évet nem volt, csak 2015-ben és 2016-ban. És az arra én emlékszem, mert emlékszem, 2014-ben volt az a szenzációs szereplése. Igen. Ugye, amikor a legjobb 16-ig jutott, és az volt neki a... Igen, és ott, tavaly ott meg kiesett az első körben. Első körös volt. Ugye Webstertől kapott ki, meg Steve Beatontól. Na nézzük, 140-nel kezdett, ugye, de van hátsó pályán. Egy 55%-as volt Aspinalltól. Ugye látjuk, bocsáss meg, George Rocha, ugye még ott látjuk fölírva a nevek fölött, hogy first to four, ami azt jelenti, hogy ugye négy nyert szettig mennek még a partig. Ez és majd a következő körtől, Fog változni. A legjobb 8-tól. Mert már ott vagyunk, hogy már legjobb 16-ot játszok, azt most kezdődött. Az elképesztő. Igen. 57. Mindjárt 59-es Aspinalltól. És hát látjuk-e azt a szenzációs játékot Aspinalltól? De jó, figyeld! 140, amit ugye végighozott eddig a tornán. És Devontól azokat az óriási nagy föllángolásokat és fordításokat, amit eddig lehetett tőle látni. Wayne Jones, Ian White, illetve Steve West. Szoros meccseken, de igen. És a dupla 16, az még nincs meg, de ugye Aspinall nem volt kiszállón. A szoros meccseken ment tovább Petersen, 2-3-2 és 4-2-vel, az nagyon szép. 133, szép elemegy 50-re, nézzük a dupla 8-at. Gyönyörű. Bedobja a brékkel. Brékkel kezd. Game on. Yeah. Figyeld. 121. Az a 28 darab 180 tegnap? Hát az valami borzasztó, szenzációs volt. Itt is jön az első. 140, még nem. Nem játszanak rosszat eddig. 140. Nézd már. Triplás körök tömkelege. 97. Kicsit a láb marad. Petersen 240-ről le tud-e menni egy... Hoppá. Az, hogy tegnap Andersonnak háromszor, vagy négyszer esett ki a... Egy volt olyan parti, amit meg is nyert, amiben három. Igen, három. Esett ki nyila. 128. Emlékszel, hogy egyszerűen lett világbajnok. Igen. A Phil Taylor ellen. Estek keltek a nyilai. Nem bán... Igen. 58. Hát az, hogy Dobie... Én még nem megkockáztatom, hogy szerintem a világbajnokság eddigi legjobb meccsét láttuk, szerintem. Biztos. De... Reméljük, még lesz majd, amire adjuk, hogy az igen. Is nagyon jó volt, az még. De ugye, és Dobie szerintem élete játékát produkált, vagy élete meccsét, nagyon sajnáltam. Esküszöm, a végén már egy kicsit neki drukkoltam. De Andersonnak a tudása, kvalitása, nagysága, megint megmutatkozott. Ez, tripla 20 kell, az nincs meg, tripla 16, az megvan, marad a 16. Na nézzük, 66-ra Aspinallt. Lesz-e vissza break? Megvan. Gyönyörű a tripla 36. 10. Jó helyen van neki vezető, nyílnak oda.
de eldobta. De igen, azért most ne felejtsük el, hogy most azért ő az, akit az esélyesnek vesznek, azért ezt nehezebb lesz földolgozni. És 2-0. Tegnap ezt Álszínásznál lehetett látni igazából. Elszalad az ötösbe. Hű! 35-ös körrel kezd Aspinall saját kezdésben. Jön egy tripla Petersennél. Levált 19, nem 17-es. Jött csak 3-as. Nem lett sokkal jobb ez a kör. Biztos Aspinall megköszönheti az ellenfelének. Szép! 131-jel. Folytatja. 140. Jó a váltás. Félrevezeti az ötösbe. Után jó össze kellett szednie magát. Kiesik Petersennek. 35. Ugye 684 darab 180-nál jártunk a mérkőzés kezdete előtt. Úgyhogy ma nagy valószínűséggel át lépjük. Nézd oda, ez hihetetlen. Kétszer egymás után. Ezt a toll, de hát... Tollat találta, ez nem táblahiba vagy valami. De bal szerencsének bal szerencse. 122-ről egy 32-re, nagyon szépen kerekít Aspinall, megtette, mert Petersen 197 hetes értéken ugye nem kiszállón állt. 99, az is kiszáll 98, de nézzük, hogy tud-e szépíteni Aspinall, a dupla 16-ot még kétszer dobhatja, szép. Igen, hozza a saját kezdését, na most kezdhet a szettért, de van. Nem is akárhogy kezd. 140. Az is a triplába, az is benne van. 180! Ott az első. Már csópálya. Jó lenne már. Tegnap azért elég sokáig eljutottunk már a tökéletes játékot illetően. 100. Tripla 3-as. 89. Egyébként teljesen egyformán állnak mind a kettőjüknek. 90 fölött van az átlag, a 100-as. Most egyébként jobban áll, előbb került kiszállóra. Nathan. 75. Nagyon szép. Marad a 24. Na nézzük 115-re a Devont. Tripla 20 kell, és a, az megvan, és a dupla 18 a legé, vagy a szettért. Bedobja! Az igen. 115 így megy el.